Tisztelt Mátrai Márta háznagyasszony, tisztelt nagykövet úr, kedves vendégeink! A China-Csen Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat erre a számunkra kiemelkedően fontos eseményre. A China-Csen kiválósági díjat a kamara 2018-ban hívta életre. A díj az elnökség által elfogadott szabályzat szerint azoknak a természetes és jogi személyeknek adományozható, akik a magyar-kínai kapcsolatok, kiemelten a gazdasági kapcsolatok terén, szakmai, valamint közéleti és társadalmi területen kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, példamutató módon járultak hozzá a magyar-kínai kapcsolatok fejlődéséhez. A díjjal kapcsolatos feladatokat három főből álló díjazó testület látja el. A díj első alkalommal idén a Kínai Népköztársaság megalakulásának és a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulójának évében kerül átadásra. Szándékaink szerint a díj átadása a következő években is a diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulójához közeli időpontban kerül sor. A díj idei első kitüntetettje olyan személy, aki szakmai tudása mellett becsületes, megbízható, hatalmas munkabírású. Olyan személy, aki önzetlen, stabil, nagylelkű, figyelmes. Olyan személy, akinek tevékenysége politikai, diplomáciai, gazdasági tárgyalások sikerét, vagy esetleges kudarcát is nagy mértékben befolyásolja. Precíz munkája, megbízhatósága komoly szakmai hírnevet szerzett részére. Nem véletlenül vannak cégek, politikusok, akik kifejezetten hozzá ragaszkodnak immáron hosszú évek óta. 1985-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait Kínában, 1991-ben szerzett diplomát a Kínai Népköztársaság első számú egyetemén, a Pekingi Egyetemen. Azóta számtalan üzleti, kereskedelmi tárgyaláson segített a feleknek kölcsönös megértésben. Több alkalommal bizonyította lenyűgöző nyelvtudását magasrangú politikai, kormányközi és diplomáciai tárgyalásokon. Ő így van önmagáról, hivatásáról. Szerencsés vagyok, 1991-es hazajövetelemet követően hamar megtalált a munka, a Kínai Kereskedelmi Központ részvénytársaságnál dolgoztam közel 15 évig. Az első igazán nívós tolmácsolási feladat 1995-ben talált meg. Chiang Zemin kínai elnök magyarországi látogatása alkalmával, amikor az asszonyprogramban vettem részt, és én ezt nagyon élveztem. Akkor, nagyon fiatalon, felemelő érzés volt a parlament épületében Göncz Árpád és Chiang Zemin elnök urakkal egy asztalnál ülni. Nem kaptam tolmácsképzést, hiszen kínai nyelvből ez csak az utóbbi években létezik. Magam képeztem és fejlesztettem magamat az átélt tapasztalatok alapján. Nagyon fontos elsajátítani azt a készséget, hogy a felek mondandója és üzenete nem a miénk. Azaz, maradjunk a tiszta forrásnál, ne tegyünk hozzá, és ne vegyünk el belőle semmit. Ehhez hosszú évek kellenek, nem megy egyik napról a másikra. Nem csak kínai nyelven, de saját anyanyelvünkön is választékosan kell kifejeznünk magunkat. Egyik kiemelkedő elismerés volt a munkámban, amikor a bukaresti 16+1-es miniszterelnöki találkozón Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter és Matolcsy György bankelnök egymástól függetlenül hozzám fordult, és megjegyezték, hogy milyen szépen és választékosan tolmácsolok.
Szerencsésnek vallom magam amiatt is, hogy a munkám a hobbim és az életformám. Ahogy Konfucius is mondta, válasz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod. Néhány kivétellel ez nálam működik. Amikor valamiért nem, akkor eldöntöm, hogy pékséget vagy cukrászdát nyitok. De meg kell említenem, hogy csak az utóbbi egy hónapban jártam atomreaktorban, tolmácsoltam üzleti tárgyalásokon, voltam az Eurásia konferencián, textilipari és ruhaipari szakmai találkozón, bíróságon több ügyben, Düsseldorfon a Medica kiállításon, TCM világkonferencián, a Debreceni Konfúciusz Intézet megnyitóján, jártam börtönben, repülőtéri bejáráson. Ettől színes a hivatásom, ettől szeretem annyira csinálni. Úgyhogy a pékség és a cukrászda szerintem még várhat egy kicsit. Kollégája Simon Adrien mondta róla a következő két történetet. Szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg a barát. Amikor először ültünk együtt egy szinkronfülkében, nekem már volt némi tapasztalatom, neki az volt az első szinkrontolmácsolása. Nehezített körülmények között dolgoztunk, a lehető legrosszabb helyre rakták a szinkronfülkét, nem láttuk a beszélőket, új volt a technika, nem volt felkészítő anyag, az előadók némelyike úgy hadart, hogy alig lehetett érteni, ráadásul volt, akit először angolból magyarra tolmácsoltak a szomszédfülkéből, majd nekünk kellett ezt kínaira tolmácsolni. Minden adott volt ahhoz, hogy nagyot bukjunk, ehelyett a győzelem érzésével zárhattuk munkánkat. Ő azt kérte tőlem, mondja Simon Adrien, hogy ne kelljen elsőként megszólalnia, először inkább csak figyeljen, tanulhasson. A nap végére teljesen belelendült, és azóta sem kívánhatnék magamnak nála jobb tolmácstársat. A másik szerintem rá még inkább jellemző történet, szintén Simon Adrientől. Sokszor látom, hogy a szomszéd fülkében másodpercre pontosan mérik az időt, hogy kinek mennyit kell tolmácsolni, és amikor befejezik a munkájukat, magukba fordulnak, nem foglalkoznak a másokkal, másikkal. Ő nem ilyen. Mindig figyel, segít, támogat. Bármikor számíthatok rá. Ha szükség van, írja, mutatja a szavakat, ha kell, írja a számokat, hogy az adott pillanatban jól mondhassam ki. A hullámvölgyeket azonnal érzékeli, és átveszi a szót. Az élet szemléletéből, az élet öröméből sokat lehet tanulni. Olyan, akivel öröm együtt dolgozni, beszélgetni. Számomra igazi példakép, végtelenül megtisztelő, hogy a barátai közé tartozhatok. Nem ismerek nála méltóbb embert egy ilyen elismerésre. Hölgyeim és uraim, a China Chem kiválósági díj 2019. évi kitüntetettje, Ipolyi Éva tolmács.